Megérkeztük a Laura útra. Látjuk, hogy itt hemzsegnek a rendőrök. Nézd! Mit teremnek itt a de jó járdán? És milyen igaz? Nézd azt a villanypóznát! Nézzünk szét, hát az utcában egyre többen vagyunk. Már nem csak egy-két sárga pólós van, hanem a kék is dominál. Tehát megjött az erősítés, most úgy néz ki, hogy megjött egy másik rendőrautó, abban is szerintem vannak egy pára még. Egyedül jött? Vagy nem látni oda. Tehát miközben itt álltam az utcán, illetve többen álltak, ugye látható volt, hogy szabadon távozhatott az autó, el is ment, egy fekete terepjáró, és most meg vissza is jöhet egy szabadon, úgyhogy én szerintem nem zaklatunk itt senkit, nem akadályozunk senkinek a magánéletét. Szerintem nyugodtan élhet itt tovább, hiszen ha megnézzük, az utcában dolgoznak, ott is jönnek a járók előtt. Tehát többen jönnek itt, mondjuk őket nem igazoltatja a rendőrség, de hát majd meglátjuk. Mindjárt meglátjuk, hogy igazoltatják őket. Szép, jó napot! Kívánok. Jó napot! De most többen jönnek itt, mondjuk őket nem igazoltatja a rendőrség, de hát majd meglátjuk. Mindjárt meglátjuk, hogy igazoltatják őket. Így van. Akkor most vesszük az egyenlő bánásmód hatóságnak. Nézd, csak itt sétálnak mások is, igazoltassa már, legyen szíves őket is. Jó napot! Jó napot! Nincs igazol... Júj! Nincs náluk igazoltassa. Hát meg engem milyen indokkal? Önnek elmondtam az indokat. De jó, az indok, az nem indok. Itt találkoztam egy házaspárral is. Megkérdezték, hogy mi ellen tüntetünk, mire én elmondtam, hogy itt lakik a Csányi Sándor, és Deviza károsult vagyok, és az ellen tüntetek, hogy tehát nem hajlandóak a bankok szobálni a károsultakkal. De nem csak a bankok, mert a kormány a bankok által van szorítva, és ezáltal a kormány sem hajlandó velünk szobálni, se a bankszövetség, se az ügyészség, se a kúria, senki, tehát magunkra hagytak, és ebben jobban úgy néz ki, hogy elvárják a szabad vélemény nyilvánítási lehetőségét. Azzal kezdik, bejövök az utcába, itt állnak a rendőrök, rögtön elkérik az igazolványt. Bejelentették előre. Nem, ez egy szabad. Honnan tudták, hogy jönnek? Mindig tudják. Tehát ez egy szabad vélemény nyilvánítás, bárki, bármikor gyakorolhatja a mozgókat, lehet mindenhol. Úgyhogy, és most ide följárok én, többször is, nem csak ide, Tócsányihoz, Matolcsihoz, akik benne vannak mindebben a kifosztáson alapuló. Dehogy is nem. De. Orbánnak személyesen mondtuk el, szombaton Sziget-Szent Miklóson volt a... Igen, elmentünk, és végre szemtől szembe elmondhattam, és akik el akarták mondani a véleményüket, hogy mennyire nem tetszik az, ami ebben az országban zajlik, de ugye Orbán Viktor 1988-ban megmondta azt, amit kellene csinálni ma neki. A Laura úton most egy véleménynyilvánítás van, ha jól tudom, azért, mert én, vagyis Kóka László, mert nem jelentkeztem be, jogaimat fordították, és ezért véleményt nyilvánítanak. Sziget-Szentmiklós Nyár utcában pedig most érkezem meg, és véleménynyilvánítok azért, mert a Laura úton értem véleménynyilvánítókat is basztatja a rendőrség. Hát ne basztassa a rendőrség, mert a véleménynyilvánítás az alkotmányban és az alaptörvényben is rögzített jog, és ennek mindennemű korlátozása sokkal fontosabb. Most miért igen, hogy a kormányosok köszöntenek a nyár utcában, az őr is megjött, jó napot kívánok, hoppá! Mert ugye így, hogy bukós iset meg bicikli, így még kevésbé, hogy még jobban kíváncsiak arra, hogy mi történhet itt. Hát itt az történik, hogy Magyarországon a forrás szabadságot korlátozott, itt a rendelkezésről, és jól látszik ez abból is, hogy ma a közösségi birtokvédelmi tárgyaláson a bíróság meg sem próbálta értelmezni, hogy alkotmányossági
szempontból, alapjogok szempontjából a véleménynyilvánítás, vagy van-e olyan fontos jog, még az OTP-nek a birtoklásához, vagy a háborítatlan birtoklásához való jog. Éppen ezek most itt kikerül egy plakát, ami arról szól, hogy ez itt egy olyan ország, ahol szólás utáni nincs szabadság, Kövér László házának kerítésére teszem ezt ki, meg is kell kicsit erősíteni, mert úgy dogál a fél, itt Szigetszen Miklóson Budapesten, hogy a fél? Itt nem. Itt jó idő. Lengedez. Lengedez. Jó levegő van, nem azt nem a fiskus, hogy Budapesten fújja a szél, de nem baj, hát ha engem hallgat, az azért mindenképpen jó lehet. Én arról a vélemény nyilvánításról már sokat hallottam, hogy fényképek vannak kinn és rendőrségi igazoltatás. Itt még nem ért ki a rendőrség, nyilván előbb-utóbb majd megpróbál is kiérkezik. Itt is nincs más hátra, mint készíteni erről egy fotót, ugye a budapesti akcióról biztosan sok fotó készült már, és hamarosan fönn is lesznek a Facebookon, vagy már talán valamennyi fönn is van. Tehát üdvözlök mindenkit, hogyha halljátok, nem tudom, hogy halljátok-e. Igen, halljuk. Hallják, nagyszerű. Halljuk. Tehát Szigetszen Miklóson már csak a fotóban házva. Mindenkinek gratulálok, aki van olyan bátor, hogy véleményt nyilvánítson, még akkor is, hogyha ezt igyekeznek ellehetetleníteni ebben az országban. Hajrá! 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 És nektek az Budapesten minden jót kívánok, és sok sikert a mai vélemény nyilvánításhoz. Mutatunk a magyaroknak, hogy nem lehet a társadalom szabályt a társadalom igényét elhallgatni. És igenis, ha ők azt mondják, hogy nem szabad, akkor is meg kell mutatnunk, hogy lehet vélemény nyilvánítani a politikai és a pénzhatalommal szemben. Hajrá! 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 Mert hogy mi ebben a gond? Igen, ebben a számtalan intézkedéssel. Igen? Az, hogy azt az érzetet, azt a látszatot keltik az emberekben, hogy ez valami tiltó dolog, amit mi csinálunk, hogy elmondjuk a véleményüket. Értem. A véleményében tehát úgy érzem, bocsánat, igen, befejezhetem. Igen. Tehát, hogy úgy érezzük, hogy a rendőrségnek ez az üzenete a polgárok felé, hogy hát ez valamiféle úgymond szankcióként értékeljük ezt az intézkedést, mert úgy gondoljuk, hogy semmilyen jogalapja nincs, és úgy értékeljük, hogy ez egy zaklatás a rendőrség részéről. Értem, hölgyem, a kollégák el is mondták, de megismétlem önnek, vagy önöknek, bocsánat, hogy amennyiben a rendőr intézkedéssel konkrét az igazoltatással szemben bármiféle panaszuk van, akkor értelemszerűen ezzel nem panasszal élhetnek. És semmiféle joghátrányt nem helyeztünk kilátásba, nem érte önöket joghátrány, a személyadataik megállapítást nyertek, illetve próbáltuk megtudakolni, hogy milyen célból vannak itt, milyen célból gyülekeznek, erre érdemben választ nem kaptunk, miközben egyértelmű, tudom, de ez itt jogértelmezési kérdés és probléma, hogy most ki gyülekezik, ki nem, és mit csinálunk, és mit nem. Megállítottak, és jöttek a többiek, és őket is megállítottak. Különben mentem volna tovább. Jó, ezt majd a jogászok szépen, van, meg a jogalkalmazók majd eldöntik, de akkor is, tehát, hogy úgy tűnjön, hogy most ön azt mondja, ugye, hogy panaszt éltünk. Igen, persze, természetesen ugye a jogorvoslatunk elméletek nyitva áll, de ez nem áll ellentétben azzal, hogy én akkor is zaklatásnak értékem. Utósként igazoltattak Nagy Ritkán, akkor is akkor, hogyha valamilyen szabályt sértettem. És most, amióta egy 2,5 éve így a véleményemet kinyilvánítom a banki kirablásunkkal kapcsolatban, gyakorlatilag nem telik el úgy hét, hogy többször ne igazoltassanak. Úgyhogy legalább 1000-szer igazoltattak az elmúlt 2,5 évben, és akkor én, mint polgár, azt a következtetést vonom le ebből, hogy azért igazoltatnak, mert véleményt nyilvánítok. Mint hogyha ezzel az a hatalomnak az üzenete a polgárok felé, hogy ez egy tiltott, nem kívánatos cselekmény, holott éppen az ellenkezőre, ez a demokráciának az áloga, hogy az emberek közvetlenül is elmondhassák a véleményüket, nem csak közvetetten a képviselők útján. Ugye, ami tudjuk, hogyan működik, elég rossz hatásfokkal működik, és akkor nagyon enyhén fogalmaztam. Hölgyem, értem, sőt, tényleg is értem azt, amit mond, sőt, még azt is mondom, hogy egyet is értünk. De hogyha már itt a demokráciáról beszélünk, és a véleménynyilvánításról, vagy annak szabadságáról, akkor hagyj kérdezzem meg, gyakorlatilag bármelyikőjükhez vonatkozik ez a kérdés.
Magyarországon, így Budapesten az elmúlt időszakban, most itt több évre visszamenőleg rengeteg demonstráció, rengeteg rendezvény volt, bejelentett rendezvényről beszélek. Ezen rendezvények alkalmával egyik esetben sem volt úgymond indokolatlan rendőr intézkedés vagy igazoltatás. Mert az előbb az úr azt mondta, hogy a szervezet bejelentett demonstrációnál nincsen indokolatlan igazoltatás. Tehát ez indokolatlan igazoltatás. Nem, én az önök de ezt mondta. De pontosan ezt mondta. Akkor csavarjuk a szavakat. Nem csavarom, ezt mondta. Ahol be van jelentve, nincs indokolatlan rendőri intézkedés. Ezt mondta. Tehát akkor, ha azt veszük, akkor ez egy indokolatlan rendőri intézkedés. De. Vagy megtagadják a bejelentetőt. És én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy önöknek az a kényelmes, ha be van jelentve, és önök ott terelgetik az embereket. Tehát olyanról már hallottak, hogy spontán vélemény nyilvánítás. Ez most per pillanat, én ezt nyugodtan nevezem annak. De uram, nincs is ez a probléma. Megparancsolta, hogy valami történjen. Igen. Csatlakozzak, Csányi megparancsolt egy bizonyos helyen, hogy ezeket az embereket ítéljétek el. Ez megtörtént, mi erre úgy reagálunk, hogy spontán idejövünk, és önök parancsra ugranak, mint légy a szarra.